Jó estét, jó estét kívánok! Van egy kis pozitív csúszás. Én eredetileg 9 óra 40-kor léptem volna fel, úgyhogy most egy kicsit beszélni fogok, hogy van egy 20 percem, aztán felolvasok egy két oldalas verset. Itt felmerült, hogy hogy hallottam is, meg mondták is a szervezők, hogy el kell mondani mindenkinek valamit, hogy mi a kapcsolata a kalákával. Én, én azért vagyok itt, mert most olyan kb. két éve van egy közös műsorunk, kosztolányi műsor, és a kalák együttes keresett meg engem, és ez nekem rendkívüli megtiszteltetés volt. Mindjárt azt is elmondom, hogy különösen miért. Ezt ugyan már egy helyen a Műpában elmondtam, és rájöttem, hogy ez egy nagyon rövid történet, de talán alkalmas arra, hogy egy kicsit ezzel húzzam az időt, és önöket is beavassam egy érdekes történetbe. Remélem, hogy nem voltak mindenki önök közül a műpában, így valamilyen hatása lesz esetleg ennek a történetnek. 1975-ben mint a színház és filmészeti főiskola előfelvétel is színész hallgatója, a katona voltam Kalocsán. És egy őszi napon, ez lehetett talán november, de lehet, hogy október végen volt, kikerültek plakátok a Kalocsai utcákra, hogy Latinovics Zoltán és a Kaláka együttes előadó estet tart a művelődési házban. Mondom se kell azért, hogy a húzó név ebben számunkra a Latinovics volt, nem a kaláka akkor még, de felbuzdultunk ezen és elintéztük, hogy kimenőt kapjunk egy rövid időre, és meg tudjuk nézni ezt a műsort. El is mentünk a a művelődési házba, mi színművészet is hallgatók, és ott átsorogtunk az előcsarnokba várva, hogy, hogy beengedjenek minket az előadásra, és akkor odajött a művelődési ház igazgatója, hogy van egy kis probléma, és hogy közülünk kéri valakinek a segítségét, és kiderült, hogy van egy ilyen függöny a, a művölődési ház színpadán, amit valakinek húzni kellene, tehát hol összehúzni, hol meg széthúzni, mert a műsor blokkokból áll, tehát hol a Latinovics mond rengeteg verset, hol pedig a kaláka énekel, és ez úgy zajlott, hogy amikor a Latinovics elmondta a verset, akkor valakinek össze kellett húzni a függönyt, és amikor a kaláka következett, akkor szét kellett húzni. Ez egy elég nehéz feladat különben, de megkérdezték, hogy ki vállalkozik erre, és én föltettem a kezemet, és fölmehettem a Kalocsai Művődési Ház színpadára, és húzhattam a függönyt a Kaláka Együttesnek és Latinovics Zoltánnak. Tehát 1975 óta tart ez az ismeretség. A, 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 a takarásban megpróbáltam kiszámolni, hogy ez körülbelül mióta volt, és olyan azt gondoltam, hogy ez olyan 46 éve volt, de aztán eszembe jutott, hogy a Kaláka még csak 40 éves, tehát... Elképzelhető, hogy ez 34, nem tudom, tudok számolni. Na, még megnézem most mennyi az idő. Hát egy olyan két és fél percet sikerült húznom. Még annyi eszembe jut, hogy talán 85-ben a Kutvölgyi Kórháznak a, a szülőszobája előtt együtt ücsörögtem a Vilivel, mert neki is akkor született a fia. Mind nekem, tehát az egyik, vagy nem tudom, hány van neki pontosan, de akkor, a, nem tudom, te emlékszel erre, Vili? Ott? Nem. Mert akkor mi ilyen direktben nem ismertük egymást, hiszen akkor én egy függönyhúzóként, csak az lehet, hogy elfelejtettem. Na, elmondok, illetve felolvasok egy verset. Lacfi János... Születésnapotokra. Negyven éve a pelikán mindig új lemezt tojik ám. Bolond korong. Negyven éve alszik vakon, pókháló mellett a falon a légy, s a négy fiú derekán pörög a tanári kari karika, kalá kalá. Kalák a lázban ége táj, a hely ráérünk kóceráj, s a tág világ. Dajkáltak számos nagy menőt, sok játszótársuk nagyra nőtt, s ma már szamár. Ám szerencsére gyermeke kalákát dúdol, ernyede, tlenül, s derül. Hány éve már, hogy a ladikról csimpolyaszó hallatik, helye húja együtt ropja bőszport kavar ezenékre, tót, rác, magyar, smulat, smulat. Jaj, hány éve, hogy annali, angyali képe fancsali, halott, holott, e számos éve kis kató, oly indignáltnak mondható, ha nyers a vers. Hány éve tizenkét fokú skálán cincogat az uku, lele, s vele billeg a bábulábú szék, egyensúly nincsen, semmi kép, csak épp zenék. A nandut oly rég kergetik cikcakban, gitárral pedig lelőhető. De most már versemből elég, megbocsássák nekem, ha lég nemű, emű, ne légyen senki sem süket, fogják ők egész népüket, Dani, Vili, Bali, Gabi.